Sziasztok, fiúk és lányok! Mindenkit üdvözlök, aki szerint kis csatornámon. Na, a mai téma az, hogy hogyan lehet 60 ezer dollárt keresni 5 perc alatt. Még annak idején, amikor a GTA megindult az online része, akkor még nem volt még ilyen nagy lehetőség, mint mostan. A Rockstar jó voltából mindig kapunk friss DLC-ket. Például ez, azt hiszem, utoljára jött ki ez a terabájtos kamion, ahol találhatunk egy csomó küldetéseket. De amikor először megvettem ezt a terabájtot, akkor nem tudtam elképzelni, mi ez a mit. Olyan, mint egy nagy táblagép körülbelül. Na és itt van a táblagépen keresztül bejelentkezünk. Itt el tudjuk indítani a client jobs, ez még a hangár küldetésekhez, mármint a szaplikor. Ez még a speciális cargo, a doboz. A vehicle cargo, ezt is érdemes nyomatni, mert egy topos kocsit, azt hiszem, hogy talán 100 ezer dollárt ér. Ez még a bunker, ez még a... hogy mondják ennek? Fú, most itt nem jut eszembe, de na, lényegtelen. Akkor indítsunk el egy client jobot. Itt van egy csomó, és az utolsó két ember kell részt vegyen, az, hogy tudjuk megcsinálni. Na, én amit én nagyon szeretek, a Diamond Shoppingot, ez megvan se perc alatt, max 5 perc alatt, ahogy mondtam. Most előveszem a kis MK2-esemet, azt akkor elindulunk a cél felé. Nagyjából tudom, hogy merre van, elméletileg a terabájtra kéne menni. És nekünk ki tudja jelezni az utat, hogy merre van. Ez körülbelül itt kell legyen. Már a haverokkal egy csomó szót csináltuk. Azt hiszem, meg is van. Csak próbálok itt leszállni valahogyan. Jó, szerintem meg is érkeztünk, skacok. Előveszem a kis... Hát mondjuk ezt is elő lehet venni, nem gond. Elvel is lehet pusztítani keményen. Machine gunna. Megállunk itteni. Ez az. Mindjárt kérnek a biztonsági öreg. Gyertek. Gyertek kóstolgatni. Ez az. Jó fiúk vagytok-e? Ezen az ajtón valahol. Úgy. Na, hol vagy? Feküdj. Na, már meg is van. A cumó. Közben kaptunk körözési szintet. Mindjárt a csúnya rendőrök. Jó. Eddig nagyon jók vagyunk. De azért régebben, amikor én elkezdtem a játékot, akkor annyi client jobboztam, hogy atya világ, ha nem győztem. Egy kis pénzt csináljuk. Most meg pikpak 1-2 60 ezer dollárt el tudunk keresni 5 perc alatt. Szerintem, ha nem is kell 5 perc, 29 perc az egész mission. Eddig jó, 4 perc telt el majdnem, hogy látom ott lent. Miközben még odaérünk, addig lemegy a körözésünk. Elméletileg. Oké, már meg is van. Szóval nem is nagyon kell 5 perc, úgy látom. Persze, na jó, attól függ, hogy milyen járművel közlekedünk, például, hogyha kocsival, akkor egy picivel több, 5-10, kb. Vagy 10 perc.
Én még kocsival még nem próbáltam, én mindig az MK2-essel járkálok össze-vissza. Elint, amikor megjelent az MK2-es, valamiért nem igazán szerettem, de azért végül csak megszerettem. Na, ide értünk, srácok. És ott van az új kliensünk, akinek le kell szállítjuk a Diamondot. Ennek a kis szőke hölgyikének. Ez az. És tőlem meg fogjuk kapni a 61 ezer dollárt, skacok. Egyszerű és nagyszerű ez a pénzszerzés, de azért ténylegesen ez nagyon jó, de ez nagyon csöpöm. Csak az is igaz, hogy felsztolod, fokozatosan, monoton válik, utána már nincs is kedve csinálni. És mi nekem nem azt mondom, hogy jaj, de mennyire van szükségem a pénzre, de én már megszokásból csinálom ezeket. Avarokkal, ismerősökkel, azt akkor így el vagyunk. Na jó, nagyon szépen köszönöm, fiúk és lányok, nektek a figyelmet, lehettek jók. Sziasztok!